Sziasztok! Ma hoztam nektek egy újabb videót, méghozzá egy rövid haul videót. Ezelőtt egy olyan két héttel tesóm ilyen utólagos szülinapi ajándékként azt ajánlotta fel, hogy utal nekem pénzt, mert mivel ő külföldön él, és hogy utal nekem pénzt, hogy tudjak magamnak azt venni, amit szeretnék, olyan szülinapi ajándékot, gondolta is műterméket, vagy ilyesmit szeretnék. Ahogy megkaptam ezt a pénzt tőle, egyből tisztává vált, hogy mit akarok rendelni. Tudtam, hogy nagyon rég vágyom milánói termékekre, úgyhogy egyből fellátogattam az oldalra. Még érvényes volt a Glamour napos 20%-os kupon, úgyhogy ennél boldogabb nem is lehettem volna, és beszereztem végre azokat a termékeket, amikre nagyon-nagyon régóta vágytam a márkától. Kezdeném három ilyen powder blush pirosítóval. Ebből kitalálhattátok, hogy hármat rendeltem meg közülük. Itt van mind a három, csoda szép, gyönyörű termék. Az első az a Romantic Rose nevű pirosító. Így néz ki a csomagolása. Teljesen letisztult szerintem, és egyszerű, gyönyörű szép maga a pirosító. Egy ilyen szürkés, májvás, hambos rózsaszínes színe van. Nem is tudnám ennél jobban én legalábbis ezt így bekeretezni, ezt a színt. Ő a tökéletes, szerintem ő a tökéletes ilyen mindennapos pirosító. Tehát amit minden nap bármilyen sminkhez, bármilyen rúzshoz, bármilyen szemhéjpúderhez fel tudsz tenni, és tökéletes pirosítót kapsz vele, szóval nagyon pigmentált. Igazából az összes, amiről fogok beszélni, szerintem ugyanolyan pigmentáltsággal rendelkeznek. Nagyon pigmentált, tartós is az én bőrömön legalábbis estére azért, mert nyilván nem látom annyira erőteljesen, mint amennyire reggel volt, de alapvetően tartós, illetve nagyon könnyű eldolgozni. A következő szín az a 05-ös Coral Cove nevű pirosító. Ő így néz ki. Ez egy gyönyörű szép tavaszi, nyári szín szerintem. Hát tényleg ilyen nagyon világos, korallos, barackós picit árnyalat, aminél még jobban kell szerintem vigyázni, amiatt, hogy ennyire élénk szín, mikor felvisszük, akkor egy picit az ecsetet le kell rázni ugye a plusz terméket, és úgy felvinni az almácskákra, mert lehet bohóc effektust vele létrehozni, viszont gyönyörű, és nagyon-nagyon tartós ugyancsak. És akkor a harmadik ilyen jellegű pirosító az a Milaninak a 08-as Tea Rose nevű pirosítója. Ő is egy nagyon szerintem viselhető mindennapos pirosító. A Romantic Rose-hoz képest, tehát ez is egy ilyen hangos rózsaszín, pillanat, csak nem tudom kibontani. Szóval ő itt a Tea Rose, ez pedig a Romantic Rose, és akkor így egy picit szerintem egymás mellett jobban látszik a különbség a két termék között. Szerintem gyönyörű szépek. És nem tudnék semmi jót erről sem mondani, azon kívül, hogy nagyon pigmentált. Jó. Akkor azok a pirosítók között rendeltem egyetlen egy bronzosítót is, méghozzá egy baked, égetett bronzosítót. Ez pedig a 05-ös Soleil nevű bronzosító, ami ennek más a csomagolása, mint a powder blushoknak, így néz ki. Gyönyörű szép színe van, nem narancs, az én bőrömön legalábbis nem lesz narancsos árnyalata. Ilyen gyönyörű szép arany csillámok vannak a bronzosítóban, ami a bőrön ilyen szatén fényként jelenik inkább meg, szóval nem lesz ilyen brutál csillámos az arcot tőle, nem kell ettől parázni. Óriási mennyiség. Tényleg
Ezek a pirosítók, ezek nagyon nagyok, ezek 17 g terméket tartalmaznak. A bronzosító az 7 g-ot tartalmaz, de ez is, ez annyira pigmentált. Én ezzel egy kicsit megjártam így első használatkor, mert ő szerintem pigmentáltabb, mint az előbb mutatott pirosítók, és kicsit megcsúszott a kezem, kivel nem fordul elő, és vele nagyon-nagyon kell vigyázni szerintem, szóval óvatosan és keveset használva belőle. És akkor most jöjjenek a kedvenc, nagyon-nagyon-nagyon csodálatosan kedvenc égetett baked pirosítóim, amiket ugyancsak akkor rendeltem a Milánitól. Az egyes számú ilyen égetett pirosító, ez a Dolce Pink nevezett pirosító, amelyiknek így néz ki a csomagolása, mint akár csak az összes égetett pirosítónak ezen kívül. Úgy néz ki, hogyha kinyitjuk a fedelét, akkor itt található a 3,5 g-nyi termékünk, és ha ezt megemeljük, akár csak a bronzosítónál, akkor találhatunk itt egy tükröt, illetve egy kis ecsetet, amit én őszintén nem szeretek használni, de ilyen SOS esetben akár jól is jöhetne, nem tudom, mert még nem próbáltam. Ez a termék majdnem mindegyik ilyen égetett pirosító, kicsit csillámosnak néz ki így maga a csomagolásban, viszont az arcon ez nem érvényesül, egy gyönyörű szép ilyen szaténfényt ad az arcnak, szóval szerintem csodálatos. Nem kell félni attól, hogy tele leszünk csillámokkal és diszkógömbfejünk lesz, mert ugye ezt én sem szeretem. Viszont aki a matt pirosítókat kedveli, annak inkább javasolnám ezeket a powder blush pirosítókat, mert ők teljesen mattok, ezek azért jócskán adnak fényt az arcnak. Illetve méretre azért van különbség, mert ezek 17 g-osak, ezek pedig 3,5 g-osak, szóval nem tudom, ezt nyilván mindenkinek saját értékrendje alapján kell kiválasztani. Szóval ő a 01-es Dolce Pink nevű pirosító, ő a talán a leghétköznapokra is viselhető árnyalat a Luminoso mellett szerintem. A következő rökkel akkor megmutatom azt. Szóval ő volt a Dolce Pink, és a 05-ös ő pedig a Luminoso, ami egy, azt se tudom elmondani, hogy milyen szín, egy gyönyörű szép, barackos, picit korallos. Benne nincsenek, tehát hogy benne egyáltalán nincsenek csillámok a csomagolásban sem, aki esetleg olyan égetett pirosítót akar, amiben nincs csillám, ő tökéletes. Ő neki tényleg a penben is úgymond csak egy ilyen szaténfénye van. Gyönyörű. Tehát én nem láttam még ehhez fogható más pirosítót, de tényleg. Szóval nem tudom, hogy mihez hasonlítanám más termékek közül. Oké, akkor ő volt az első kettő. Következő kettő, és ezeket azért említem együtt, mert nem tűntek hasonlónak, viszont az én bőrömön hasonlóak. Ez a 02-es, illetve a 03-as, a 02-es, ő a Rose Dior-ról, így néz ki, ő pedig a 03-as, Belly Amore. Na most, a Rose Dior-ról a csomagolásban ilyen, hát, rózsaszínes, bronzós, arany színeket tartalmaz. Szóval elég érdekes szín, nem is tudnám megmondani. Hát, rose gold kellene legyen, a Rose Dior-ról ugye azt jelenti, de szerintem nem csak annyi, hanem itt több szín is van benne. A Belly Amore ehhez képest tehát ő a Rose Gold, ez a jobb oldali, ő pedig a Belly Amore. A Belly Amore pedig
több ilyen bogyós színjellegű, rózsaszínes árnyalatot tartalmaz. Ehhez képest az én bőrömön nincs olyan óriási különbség a kettő között, szóval így van közöttük, nem kis különbség, de a bőrömön annyira nincs. Viszont mind a kettőt imádom, és őszintén megmondom, hogy nem bántam meg egyiknek se a beszerzését, mivel felváltva fogom használni, úgyhogy és el fognak valamikor, hát szerintem nagyon-nagyon-nagyon későre, de el fognak fogyni. És akkor még van kettő darab égetett pirosító, amit rendeltem. Igen, nagy lelkű volt a testvérem. Az egyik a 08-as Corallina nevű pirosító, ami egy gyönyörű szép tavaszi, nyári szín. Hát ez tényleg egy ilyen korall szín, amiben hát ilyen ezüst és arany csillámok vannak vegyesen. Nagyon brutál pigmentáltak amúgy ezek a pirosítók is, akár csak az eddigi termékeik, szóval óvatosan kell velük bánni. És ugyancsak azt tudnám elmondani, hogy gyönyörű szép szaténfényt ad az arcoknak. Tehát én egész, tehát nem ez a csillogó, hanem inkább ilyen egészséges ragyogást ad, az én véleményem szerint. De ezekről a termékekről rengeteg külföldi YouTube guru, beauty guru beszél, ha biztos, hogy nézitek ilyen Niki Tutorials, meg Kathleen Lights, meg ilyenek, szóval mindenki dicséri ezeket a pirosítókat. Annyi, hogy talán náluk, hát náluk ugye itt is drogériás terméknek számít viszonylag, de mégis az egy picit a drogériás termékekhez képest nem olcsó, nem is drága, de azt hiszem, hogy kint Amerikában ott nagyon-nagyon olcsón lehet hozzájutni. És akkor az utolsó árnyalat, ami az utolsó égetett pirosítom, ez a 09-es Red Vino, ami így a csomagolásban elég ijesztőnek tűnik, picit félve rendeltem meg, egy ilyen lilás, májvás, arany csillámokat tartalmazó pirosító. Szerintem gyönyörű szép. Amit azért rendeltem meg, mert a Sleek-től megvan nekem a Flushed és a Pomegranate pirosító is, és mind a kettő nagy kedvencem különben. Mind a kettő ez a máj. Szóval gyönyörű szép májvás lilás árnyalat, ezt is nagyon imádom. És igazából, hogyha újra meg kéne vennem, akkor is, tehát hogyha újra megtehetném, hogy megvegyem, akkor újra megvenném, meg újra vásárolnám ezeket a termékeket. És akkor igazából ennyi lett volna az én haulos videóm. Ezeket a termékeket szereztem be a tesókámnak köszönhetően, úgyhogy ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm neki, mert nagyon boldoggá tett ezekkel a Milani termékekkel. És nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, és hogy velem tartottatok, illetve írjátok meg, hogyha esetleg valamelyik termék megvan nektek is, hogy elégedettek vagytok-e, vagy mi a véleményetek, vagy esetleg milyen Milani termékeket javasoltok még nekem, hogy beszerezzek így idővel. Nagyon szívesen olvasnám tényleg. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!